Jó estét kívánok! Önök a világhíradót látják, Tóth Géza vagyok. A legmélyebb megosztottságot hozta felszére az Aquarius mentőhajó és a fedélzetén lévő migránsok ügye az Európai Unióban. Spanyolország és Franciaország szerint az olaszok megsértették a nemzetközi jogot és az emberi jóérzést azzal, hogy lezárták a tengeri határaikat a migránsok előtt. Az olaszok szerint azonban mindez jogos önvédelem, a franciák pedig csak képmutató humanisták. Migránsok szállnak át az olasz parti őrség egyik hajójára Szicília mellett. A civil szervezetek által működtetett Aquarius mentőhajó líbiai vizeken mentette ki őket Európába tartó lélekvesztőikről, és vette a fedélzetére az összesen 629, főleg afrikai származású menekültet. Vasárnap óta rekedtek a földközi tengeren, nem engedték kikötni őket sem Olaszországban, sem Málta partjainál. A máltai hatóságok azt mondták, nem ők az illetékesek, mert a mentés líbiai vizeken történt az olaszok koordinálásával. Az újonnan megalakult olasz kormány egyik legfőbb választási ígérete azonban az volt, hogy megfékezik az illegális migrációt, és több segítséget követelnek a témában a többi uniós tagállamtól. Mi is úgy gondoljuk, hogy más európai országoktól több szolidaritásra van szükség, de itt emberéletek forogtak kockán, biztonságosan a partra kell szállítani őket, érvelt az ENSZ menekültügyi szervezetének szóvivője. A megoldás kedd estére körvonalazódott. A túlzsúfolt Aquarius fedélzetéről több száz embert vett át az olasz parti őrség és az olasz haditengerészet egy-egy hajója, és így a három hajóból álló konvoj már biztonságban elindulhatott négy napos útjára Valencia kikötője felé. Ezeket a férfiakat nem zavarja, hogy Olaszország helyett Spanyolországban érhetnek csak partot. Nekik csak az a lényeg, hogy végül bejuthatnak Európába. A spanyol kormány ugyanis vállalta a befogadásukat. Együtt kell azt mondanunk, hogy nem értünk egyet bizonyos európai országok politikájával, akik megszegik a legalapvetőbb jogszabályokat. Hadd mondjam el nagyon világosan, hogy mi, valenciaiak, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy nem olyanok vagyunk, mint ők, mondta a város polgármestere. Az új olasz kormány által képviselt migrációs politika miatt az eddiginél is nagyobb feszültség alakult ki Olaszország és más Európai Uniós tagállamok között. A francia kormány szóvivő kedden kemény szavakkal elítélte, amiért Olaszország a nemzetközi jognak megfelelően nem tette lehetővé az Aquarius kikötését. Az olasz külügyminisztérium válaszul szerda reggel bekérette a francia nagykövetet. Matteo Salvini belügyminiszter képmutatónak nevezte Macront, az olasz felsőház előtt mondott beszédében pedig kijelentette, az olaszoknak senkitől nem kell nagy lelkűséget, segítőkészséget vagy vendégszeretetet tanulniuk. A probléma az, hogy a francia kormány bizonyos tagjai szavaikkal megtiporták az olaszok méltóságát, mondta Salvini, amiért elvárja a franciáktól a mielőbbi hivatalos bocsánatkérést. Az afrikai bevándorló kapcsán kerekedett európai politikai viharról beszélgetek tovább Uzsonyi Eszterrel, az ATV külpolitikai szerkesztőjével. Szervusz Eszter, jó estét! Szervusz Géza, jó estét, és üdvözlöm a kedves nézőket is! Eszter, beszéljünk kicsit a francia-olasz szócsatáról. Miért pont közöttük alakult ki ez a heves szóváltás? Talán azért, mert az illegális migráció kezelésével kapcsolatban abszolút a két végletet képviselik. A francia kormány szóvivő ugye cinikusnak nevezte az olasz kormányzatot az Aquarius ügyének kezelésével kapcsolatban, de később a francia miniszterelnök is bíráló megjegyzéseket tett. Salvini azonban az olasz szenátus előtt visszavágott, elmondta, hogy miért is tartja képmutatónak a franciák kirohanását. Például a mai napig egyetlen Líbiából érkező hajó nem kötött ki a francia partokon. A franciák idén január 1-től május végéig több mint 10 000 migráns, köztük nők, gyermekek és mozgássérültek befogadását tagadta meg, és küldték vissza őket Olaszországba, pedig a francia kormány egy 2015-ös egyezményben 9816 migráns befogadását vállalta, de ehelyett eddig csak 640-et fogadtak be. Salvini ezért felszólította Macront, hogy már holnap reggel fogadják be a többi 9000-et is, hogy saját részükről konkrét tettekkel is kifejezzék azt a nagy lelkűséget, amit egyébként az olaszoktól elvárnak. A számok makacs dolgok, ezek eléggé meggyőző érveknek tűnnek, de lehet változás az uniós menekült politikában?
Az unió vezetői köztük most már Angela Merkel is egyértelműen érzik, hogy az egész illegális migrációs folyamat egy szakító próba az unió számára, ha mondhatom úgy, akkor létkérdés. Kedden az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatóján Merkel már utalt is arra, hogy a júniusi EU csúcs egyik fő témája a migránsválság kezelésének a kérdése lesz, de ha az uniós mag részéről megint a további központosítás lesz a válasz, akkor ez megint nem fog igazából sehová sem vezetni. Meg kellene érteniük, hogy ez tényleg az emberkereskedelem elősegítése, hogy például az olaszok is mondják, egy hamis szolidaritás, tűzoltás és nem a probléma okának a kezelése, ezt mondják az olaszok. Matteo Salvini egyébként mielőbb Líbiába akar látogatni, és rendet szeretne tenni az olasz tengerpartokon, valamint zárt migráns táborokról beszélt. Ő azonban a kötelező központi elosztás mellett áll, vagyis annak ellenére, hogy ellenzi az EU mostani migráns politikáját, a V4-ekkel például, tehát Magyarországgal sem került egyelőre egy platformra, úgyhogy az érdekeknek még nagy csatája várható ezen a téren Brüsszelben. Mi pedig kíváncsian várjuk a csata, ahogy mondtad, kimenetelét. Köszönjük, Eszter. Én is köszönöm. Az évszázad találkozójaként ünnepelte Észak-Korea Kim Jong-un és Donald Trump szingapúri csúcs találkozóját. Az ország sikerként élte meg, hogy Amerika megígérte a Dél-Koreával közös hadgyakorlatok szüneteltetését. A régió országai azonban óvatosságra intették az Egyesült Államokat, míg a nyugati vezetők többsége sikerként könyvelte el a találkozót. A készfogás, amit az egész világ látott, a világszerte élőben közvetített találkozó alatt az észak-koreai televízió egy biztonságos közlekedésről szóló rajzfilmet és egy munkásokról szóló musicalt vetített. Este azonban ők is beszámoltak a találkozóról. A propaganda tévé a viszony javulásáról és további találkozókról beszélt, külön kiemelve az amerikai engedményt, hogy egy időre szüneteltetik a hadgyakorlatokat. Trump az amerikai Fox News televíziónak reagált. Aminek leginkább örülök az az, hogy nem játszunk többé háborús játékokat, iszonyú pénzbe kerül állandóan bombázókat hozni Guamról, mondta az elnök. Trump még hozzátette, bízik benne, hogy Észak-Korea valóban elkezdi az atommentesítést. A régió amerikai szövetségesei üdvözölték a béke irányába tett lépéseket, a közös hadgyakorlatok szüneteltetése azonban meglepetésként érte az országokat. A részletekről egyelőre nincs megegyezés, de mi úgy hiszük, az amerikai dél-koreai hadgyakorlatok létfontosságúak a régió biztonsága számára. Remélem sikerül megegyezésre jutni Japán, Dél-Korea és Amerika között, mondta a japán védelmi miniszter. Az amerikai külügy Trump bejelentése után közleményben kijelentette, hogy továbbra is elkötelezettek a régió biztonsága mellett. A nyugati világ vezető politikusai egyöntetően sikeresnek ítélték a találkozót, az EU külügyi főbiztosa Federica Mogherini kijelentette, a találkozó azt bizonyítja, hogy a diplomácia és a dialógus az egyetlen járható út. Franciaország szintén üdvözölte a találkozót, hozzátéve ez csak az első lépés a béke felé. Kína viszont óvatosan fogalmazott a sikerrel kapcsolatban. A kínai állami média első lépésnek nevezte a találkozót, majd kijelentették, senki sem várhatja, hogy egy félnapos találkozó elsimítja két hosszú idő óta ellenséges ország minden ellentétét. Szakértők megosztottak a találkozó tényleges eredményével kapcsolatban. Egyesek szerint nehéz megítélni, hogy az évtizedek óta zárkózott Észak-Korea valóban hajlandó lesz-e feladni nukleáris fegyvereit. Mindenfajta tárgyalás Észak-Koreával elképesztően bonyolult és elhúzódó lesz, mert bele kell majd egyezniük az ellenőrzésekbe, amikre eddig soha nem voltak hajlandóak. Így a kérdés az, hogyan tovább, mondta ez a kelet-ázsia szakértő. Az amerikai külügyminiszter Mike Pompeo a találkozó másnapján Szöulba látogatott, hogy tárgyaljon a dél-koreai és japán vezetőkkel a további lépésekről. Megállapodásra jutott Görögország és Macedónia az utóbbi ország nevével kapcsolatos több évtizedes vitában. A délszláv állam ősszel tart népszavazást arról, hogy a jövőben Észak-Macedóniának nevezzék, az egyességet pedig a két ország parlamentjének is jóvá kell hagynia. A görög és macedón nacionalizmus miatt többen kétlik, hogy ez sikerülhet. Személyesen tárgyalt Görögország és Macedónia kormányfője májusban az EU és a nyugat-balkáni országok csúcs találkozóján. Most megállapodtak, hogy a délszláv állam nevet változtat. Ha ezt nem írják bele az alkotmányba, a NATO-ba való meghívásuk törlődik, és az EU-s csatlakozásról sem tárgyalhatnak, mondta a görög kormányfő. A vita azóta tart, hogy Macedónia 1991-ben független lett.
Görögország egyik régióját Kelet-Makedónia és Trákiának hívják, a görögök pedig macedón területi követelésektől tartanak. Macedónia görög, semmi köze a szlávokhoz, akik a 6. században vándoroltak be. Nagyon sajnálom, mondta egy aténi lakos. A kisebbik görög kormánypárt nem fogad el semmilyen megállapodást, amely alapján a görögök északi szomszédjai bármilyen formában tovább használhatják a Macedónia nevet. Ezt a döntést már a párt alapításkor meghoztuk, ezért nem képezi vitatárgyát, nem engedünk belőle, mondta a pártelnöke, aki egyben a védelmi miniszter. A délszláv állam a nemzetközi dokumentumokban a Macedónia volt jugoszláv köztársaság nevet viseli. Görögország hosszú ideje akadályozza szomszédja nyugati integrációját. Ősszel népszavazásra bocsátjuk a népváltoztatást. Az állampolgárok döntik el, hogy új fejezetet nyitnak-e országuk történetében, mondta a macedón kormányfő. A megállapodás elfogadása komoly ellenállásba ütközhet mindkét országban. Korábban emberek ezrei vonultak utcára, hogy tüntetéseken tiltakozzanak ellene. Örülök az egyességnek, de a nacionalizmus miatt kétlem, hogy sikerre vezethet. A politikusainknak kellene lezárniuk a vitát, mondta egy szkopjei lakos. Június végén az Európai Tanács, júliusban pedig a NATO tart csúcs találkozót. Macedónia azt reméli, hogy a névvita lezárásával az EU-hoz és az Észak-Atlanti Szövetséghez is csatlakozhat. Hivatalosan is bocsánatot fog kérni októberben az ausztráliai gyermekmolesztálások áldozataitól és hozzátartozóiktól. Az ország miniszterelnöke ezt maga a kormányfő Malcolm Turnbull jelentette be egy sajtótájékoztatón. A bocsánatkérés hátterében egy 5 éves vizsgálat áll, amely keretében több mint 8000 olyan ügyet vizsgáltak, amelyekben egyházi vagy állami intézményekben gyerekeket molesztáltak. Az ausztrál kormány ritkán tesz hivatalos bocsánatkérést. 2008-ban az akkori kormányfő azon őslakosoktól kért bocsánatot, akiket a múlt században asszimilációs céllal elszakítottak családjuktól. Idén nyáron sem kímélik az erdőtűzek az Egyesült Államok nyugati részét. 9 szövetségi államban mintegy 30 erdőtűz tombol. A legsúlyosabb helyzet Colorado-ban alakult ki, ahol kedden 7 nagyobb tűz égett. Közülük 2 az állam két végében, ahol összesen több mint 3,500 embert evakuáltak. A 2 tűz közül az újabb Denvertől 95 kilométerre nyugatra ég egy hegyen. Miután felperzselt körülbelül 40 hektárnyi területet, csaknem 1400 embert vittek biztonságos helyre a környékről. Az amerikai erdészeti hivatal lezárt egy helyi nemzeti parkot, attól tartva, hogy a szárazság és az erős szél miatt a tűz gyorsabban terjedhet. Miközben lázban ég a foci világ a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság miatt, a spanyolok egy nappal a VB előtt menesztették a szövetségi kapitányukat. Julen Lopeteginek a Reállal kapcsolatos titkos megállapodása miatt kellett távoznia. Vladimir Putyin meghívta a VB-re a FIFA korábbi elnökét, Sepp Blattert, akit korrupció miatt minden focival kapcsolatos tevékenységtől eltiltottak. Szóvivője szerint Blatter elfogadta a meghívást. Barátságos foci bajnokságot rendeztek Moszkvában a FIFA küldötteknek. A döntőt az Afrikai Szövetség nyerte, az oroszok 3. helyen végeztek. A VB-re komoly rendőri erőkkel készülnek. A szabadságjogok nem élveznek prioritást, a hatóságok mindent megtesznek, hogy ne legyen erőszak, mondta egy témában jártas újságíró, aki mindenkit óvaintett attól, hogy esténként vodkázva politizáljon a külvárosi kocsmákban. Kedden átadták a 32 résztvevő ország rendőreinek közös műveleti központját, amely Moszkva mellett a belügyminisztérium egyik kiképző létesítményében kapott helyet. Tudom, hogy az angol szurkolók mennyire ingerlékenyek, és hogy ilyenkor szeretnek inni, énekelni. Egyik fontos feladatom elmagyarázni az orosz kollégáknak, hogy ez még nem jelenti azt, hogy bármi rosszra készülnének, mondta az angol küldöttség vezetője. Az angol válogatott már meg is érkezett Szentpétervárra. A városban a szaúdiak edzettek a nyitó meccsre, amit Moszkvában játszanak az oroszok ellen. Most először női labdaszedőkkel. Kézzel kell a játékosoknak gurítanunk a labdát, ami nehéz, mert mi magunk is focisták vagyunk, és hozzászoktunk, hogy lábbal passzoljunk, mondta az egyik labdaszedő. Megérkeztek Oroszországba a címvédő németek is, akik vasárnap játsszák első meccsüket Mexikó ellen.
Váratlan fordulattal okoztak izgalmat a 2010-es világbajnok spanyolok. A VB előtt menesztették szövetségi kapitányukat. Nem az a gond, hogy tárgyalt a Real Madrid vezetéséről, hanem hogy mi 5 perccel azelőtt tudtuk meg, hogy elvállalta, hogy kiadták róla a közleményt, mondta a spanyol labdarúgó szövetség elnöke. Közben a FIFA moszkvai kongresszusán eldőlt, hol rendezik majd a 2026-os foci VB-t. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezhetik majd a világbajnokságot. Önök a világhíradó híreit látták, kellemes estét, jó éjszakát kívánok, viszontlátásra!